Sziasztok! Ez egy nagyon hosszú nap lesz, és gondoltam, hogy csak most egy tipikus napi vlogot. Az a helyzet, hogy rengeteg előadást fogok tartani, konferenciák, minden ilyesmi van. Kezdek a Microsoftban, ahol a Magyar Marketing Szövetségnek a Digital Masters képzésén fog beszélni. Utána át kell futnom, mert végre Budapesten van a Women Startup Competition, ott két tréninget is tartok, de közte átugrom a K&H Started-be, ahol egy kicsit a saját sztorimat mondom el. Este meg rengeteg buli lesz, úgyhogy nézzük meg, hogy élem túl ezt a napot, amit persze már most imádok. Első feladat ezt kicserélni. És már kész is, ez gyorsan ment. Kezdünk. Köszönöm szépen. És mivel elkezdtem vlogolni, az az új dolog, kértek mindenkit, mondjuk, hogy egy ilyen integetést. Itt a cél igazából annyi, hogy ennek ne álljunk ellen. Tehát igenis értsük meg, hogy mi történik, fogadjuk el, és tegyük nyitottá a csapatunkat, embereket, szervezetet, bármit. Nyilván, hogyha van mondjuk egy jó piaci helyzetünk, akkor azzal, hogy mi tartjuk azt a pozíciót és nem akarunk változtatni, az rövid távon hasznos, hiszen őrizzük a szerepünket. De hogyha hosszú távon gondolkozunk, nem lesz fenntartható. Ezért sokkal jobban kifizetődő az, hogyha a fogyasztókat helyezzük a központba. Úgyhogy itt a cél az, hogy kiépítsünk egy olyan rendszert, ahol a fogyasztók nekünk visszajelzést tudnak adni. Akár aktívan, akár passzívan. Nekem az volt a feladatom, hogy egy körképet mutassak a digitális piacról, ami nyilván nem egy izolált dolog, hanem összefügg ugyanúgy a tévével, vagy az életünkbe eseményekkel is. És emellett még arról is beszéltem, hogy hogyan lehet influencerekkel dolgozni, mi is ez az egész dolog. Szerintem a legfontosabb üzenet az, hogy legyünk nyitottak és autentikusak. Mindig legyen a szemünk előtt az, hogy mi a cél, és a célhoz mi a megfelelő módszertan, stratégia, és csak ezután válasszuk ki azt, hogy milyen technológiával vagy influencerrel dolgozunk. Hello, sziasztok! No, az első előadással meg is vagyunk, most megyek a Women Startup Competition-re, és már meg is érkeztem, IBM Lab, menjünk be! Megyek fel, 11-re kellett volna ide érnem, most 11:15 van, és ami nem szeretem vlogokban, amikor az időt nézik az emberek, de ez most tök fontos, mert 11-től előadást kéne tartanom. Nem akartam bírólal megszakítani ezt a effektus, de óriási dugó volt mindenhol, nem működnek a lámpák. Persze, mikor más megy egy ilyen pénteken, amely... Mi néz ki jól? Ez most videó? Ja. Éppen dolgoznak, és business model canvas-t csinálunk meg, amúgy nagyon jól néz ki, a volt Ustream-be vagyunk, de nem fogok nagyon most kamerázni, talán egy b-roll. Hát túl vagyok a tolkon, azért ez egy a tolk. Túl vagyok az előadáson, angolul volt, azért is még vagyok ebbe benne, és egy elég hosszú volt, azt hiszem másfél órát beszéltem, de a tényleg már nem is tudom, megérzem, hogy ennem is kell, de gyönyörű idő van, most lejöttem, úgyhogy szerintem jöjjön egy kis b-roll. Mai utolsó ilyen nagy előadásom jön egyetemistáknak tartom, de még nincs meg a pedig már az előbb kint volt. Ja, és közben meg lemerült a telefonom, az nem merült le, de ez, amit éppen fogok, úgyhogy nem tudtam megcsinálni a timelapse-eket, meg a kis b-rollokat, úgyhogy amit láttatok, azt utólag kellett felvennem, hát jönnek ilyenek, most is csinálok előadás közben majd egy kis felvételt, aztán meg töltenem kell, hogy bírja az egész napot. Valakinek ismerős az a mondat, hogy a figyelmünk értéke és kereskedelme? Szerintem ez a mondás az egyik legértékesebb dolog, amivel ma hozzá lehet állni az életünkhöz, vagy azokhoz a projektekhez, amiket szeretnénk csinálni.
hogyha bennetek van bármilyen kérdés annak kapcsán, hogy mennyire lesz nehéz, akkor hadd mondjam el, hogy baromira. Start itt meg volt, hát ez egy nagyon gyors stand-up volt, de a cél az volt, hogy felrázzam őket és átadjak pár gondolatot. Ilyenkor a metrika nekem az, hogy jegyzetelnek-e, és nagyon örülök, hogy tudtam őket aktivizálni, és többen jegyzeteltek. Vissza is értem. Most a csapatoknak lesznek pitch tréningjei, abban fogok segíteni, hogy rakták össze, milyenek az ő szlájdjaik, és ezt fel is vesszük, úgyhogy menjen a mentorálás. Nem vettem b-rollokat, de most meg egy 2-3 órás, nagyon intenzív pitch sessionen vagyunk túl. Ez azt jelenti, hogy akik vannak csapatok, a Women Startup Competition-ben, azt hiszem, hogy 8-an vannak, mindenki egy ilyen félkörbe ültünk, és elgyakorolta már a mi visszajelzésünk alapján, alakítottak is a prezentációikon, nagyon szoros, mert 2 perc alatt kellett elmondani. Hogy miket javasoltam nekik? Egyrészt az, hogy ne nézzenek hátra, ne nézzék a szlájdot. És hogyha 2 perces valami, akkor 1 perc 40-45 másodpercre gyakoroljanak. Inkább rövidebb legyen, mint hosszabb, a sokkal cikibb. Az attention getter, tehát hogy az az első dolog, ahogy odajönnek, mondjanak valami meghökkentőt. Van az egyik kedvencem, egy kis nagyon cuki ötletről van szó. Kismamák találták ki az ötletet, már ez is nagyon jó, és gyerekrajzokból csinálnak nagyon jó ruhát. És nekem az lett az ötletem, hogy mennyire jó az a figyelemfelkeltés, hogy ki van a gyermek munka mellett, hogy gyerekeket foglalkoztassunk a gyárba? Nyilván ezen mindenki megrökken, megijed, és erre azt lehet mondani, hogy na, erre tudunk egy jobb módot, mert én is befogom a saját kisfiamat. Ez a rajza, és nézzétek, itt van nálam a ruha, ebből ezt a rajzot, amit csinált, ruhákat lehet csinálni, és imádják. Na, ilyen tippek, trükkökön mentünk végig. Most, mivel közel volt ahhoz, ahol lakom, haza kellett ugranom, hogy egyek, pihenjek egy kicsit, aztán még el is tudok menni a 2 eventre, amiről beszéltem, de azt hiszem átöltözök, úgyhogy... Na, így sokkal jobb, és nézzétek meg, mennyire jó ez a póló, mi van ráírva? Teszteljük, hogy jó a szemetek. Entrepreneur, tehát vállalkozó. Na, és kajálok, azt nem veszem fel, aztán megyünk tovább, ahova. Ankerban vagyunk, ott látszik is, Anker, és ez az egyik spot, mert hétvégén lesz egy nagyon jó event, de hogy mi is ez az event, Zsolt elmondja, akivel egy egyetemre jártunk, ő Zsolt. 2015 óta foglalkozunk egyetemi innovatív ötletekkel, hallgatókkal, amit mi is nagyon hiányoltunk, amikor a Corvinusra jártunk. Semmi nem volt sajnos. Hogy hogyan lehet az elméletből gyakorlatot csinálni. A gyakorlat. És egy ilyen nemzetközi, régiós hallgatói startup verseny lehet egy olyan lépcsője ezeknek a fiataloknak, hogy meg tudják magukat mutatni, és validálni tudják az ötletüket. Ebbe tudunk mi nekik segíteni. No, már az a helyzet, hogy sietnem is kell tovább. Ennyit tudtam csak maradni a gatheringen, ugyanis az utolsó event, amire érnem kell, megyek Farkas Dezső barátomhoz, aki rengeteg mindent csinál, de most a jég jövőépítő generációja színeiben van egy nagyon jó kis fán est, bevallom, egy kicsit izgulok is, ugyanis összegyűjtöttek állásinterjú kérdéseket a legdurvább cégektől. Google, hello! Google-től, Morgan Stanley, Apple, és ezeket fogjuk megcsinálni. Hello! Ciao, hanyadikra jövök? Léptem 3-as. Oké, köszi! Éves korunkat együtt röplabdáztunk, most meg felvételizünk Gergővel a Google-höz. Minden négy csapat megkapja akkor a kérdéseket. Hát megnyertük a játékot. Itt vannak amúgy a kérdések, de be is fogom posztolni ezeket a kérdéseket. Nyilván Google-be beírjátok, és akkor megtaláljátok azt, hogy mi a megoldás, de próbáljátok meg megfejteni. Szóval nekem a legkeményebb a 2-es volt, ez az SSS, SSC, C,
SC, és hogy mi a következő. Ezt tényleg próbáljátok ki, annyira durva, hogy mi jött ki. De ezzel zárult egy tipikus napi vlognak tűnő akármi, ami ez volt. Kérlek, írjátok meg, hogyha eddig végignéztétek, hogy tetszette, és hogyha kipróbáltátok azt az öt tesztet, hogy tudtátok-e a választ. Szóval kommenteljetek, hogyha nem találkoztunk még, iratkozzatok fel. Köszönöm szépen, hogy néztetek, sziasztok, jó éjszakát!